Üdvözlök mindenkit! Ebben a mai videóban az Egyéni és Történeti Emlékezet Borbély Szilárd Nincs Terenek című regényében című emelt szintű irodalomtételt szeretném nektek videó formájában elmagyarázni. És hát akkor kezdjünk is bele. Elsőként az lenne a legfontosabb, hogy hát természetesen minden, amit az elemzésben mondani fogok, az csak és kizárólag akkor érthető és akkor tanulható meg igazán jól, hogyha a regényt olvastuk. És hozzátenném azt is, hogy nem olyan régen olvastuk, tehát a friss olvasmány élmény az mindenképpen fontos lesz ahhoz, hogy megértsünk mindent. Nos, akkor elsőként nagyon röviden, és csak olyan formában, ami a tételhez kapcsolódik, Borbély Szilárdról szeretnék nektek röviden beszélni. Fehérgyarmaton született és Debrecenben halt meg. József Attila díjas magyar költő, író, irodalomtörténész, egyetemi oktató, illetve irodalmi folyóiratok szerkesztője is, tehát nagyon sokféle, sokrétű irodalmi tevékenységét ismerjük. Ami nagyon fontos számunkra az életrajzából, és majd a Nincs Terenek című regényéhez is szorosan kapcsolódik, hogy Túr Ricséről származik. Ez egy nagyon picik kis falu Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a magyar-román-ukrán hármas határnál, és tulajdonképpen a Nincs Terenek című regényének története is elég erőteljesen ebbe a világba helyeződik majd. Azt tudnunk kell, hogy a falu Borbély Szilárd számára nagyon-nagyon nyomasztó gyermekkori emlékeknek volt a helyszíne. Tudjuk róla például, hogy a falu nevét felnőttként évekig nem mondta ki, akkor a traumát jelentett számára a gyermekkori emlékeknek az eszébe jutása tulajdonképpen. Ami még fontos, és majd egyébként életének tragédiájához hozzá is fog járulni, hogy szülei 2000 karácsonyán rablótámadás áldozatai lettek, a Halotti Pompa című kötetét 2004-ben ez a tragédia ihlette tulajdonképpen. És még a faluhoz kapcsolódik Túr Ricséhez, hogy nem nevezte meg egyébként a falut a Nincs Terenekben, ugye mondtam nektek az előbb, hogy lényegében a regénynek a világa az ebben a faluban képzelhető el. A falu nevét mégsem említi a Nincs Terenekben, azonban a könyv fülszövegében szerepelnek a falu GPS koordinátái, tehát elég erőteljesen utal arra, hogy mégiscsak oda köthető lényegében a cselekmény. Borbély Szilárd egyébként nem olyan régen, 6 évvel ezelőtt, 2014-ben lett tragikus körülmények között öngyilkos. És akkor a Nincs Terenekről, tehát a regényről szorosabban. Tudjuk Borbély Szilárdról, hogy elsősorban egyébként lírikus volt költő, több verses kötete mellett az egyetlen regénye a Nincs Terenek, tehát nincs neki több regénye. Azonban ez a regénye óriási visszhangot és elismerést váltott ki, a szakmán belül is, tehát az irodalomkritikusok körében is, illetve a szélesebb nagy közönség is rendkívül pozitívan fogadta. Nyilván nem véletlenül korszakos jelentőségű regényről van szó. Bele is kezdenék. Elsőként a regény elbeszélés módjáról szeretnék egy pár fontos információt mondani. Aki olvasta a regényt, annak egyértelműen ez az egyik első dolog, ami a szöveg nyelvezetével kapcsolatban feltűnik, hogy rendkívül rövid, mindössze néhány szavas kijelentő mondatok alkotják a regény mondatainak 95%-át. Annyira leegyszerűsített nyelvi minimumon íródnak a közlések tulajdonképpen, hogy már az elején érezzük, hogy az elbeszélő valószínűleg gyerek, ez később egyébként természetesen be is igazolódik, tehát az elbeszélő fő szólama a regény egyes szem első személyű elbeszélője egyben, egy nagyjából 5 éves kisfiú, tehát tulajdonképpen az ő személyén keresztül és az ő nyelvi megformáltságán keresztül ismerjük meg a történet nagy részét. Azonban nagyon fontos, hogy az általa leírt események és cselekedetek egy részét egy felnőtt narrációjával látjuk értelmezve. Tehát nagyon sokszor a gyerek által éppen megtapasztalt vagy átélt eseményekhez, élményekhez kapcsolódik egy valamiféle értelmező narratív mondat, amely már egyértelműen a felnőtt nézőpontjából került oda, illetve a felnőtt tudatán átszűrődve értelmeződik. Tehát tulajdonképpen egy kettős narrációt látunk itt, egy 5 éves kisfiújét és az 5 éves kisfiú élményét értelmező későbbi felnőttét. A kettő egyébként összefonódik a regényben, tehát nem választható szorosan szét, de érezzük, hogy a kettő mégis különáll azért bizonyos értelemben. Egyébként hozzá kell, hogy tegyük, hogy a kettő közül egyértelműen a kisgyereknek a szólama dominál, tehát ez alkotja tulajdonképpen a
domináns szólamot a kettő közül, de a felnőtté is nagyon hangsúlyosan ott van. Érdekes azonban, hogy nyelvileg a kettő nem válik el egymástól, tehát mind a kettő megmarad a mondattani minimumnál, ezeknél a rendkívül egyszerű, néhány szavas közléseknél, tehát a felnőttnek az értelmező szólama sem a felnőtt nyelvén szól. Egyébként, tehát ahogy mondtam, ezeknél a nagyon-nagyon egyszerű párszavas mondatoknál marad az is tulajdonképpen, de az értelmezés mégis egy felnőtt nézőpontjából kerül elénk. Érdekes még az elbeszélésmóddal kapcsolatban a szóhasználat, a köznyelvi és a tájnyelvi szavaknak a vegyítése, ami tulajdonképpen végig jelen van a regényben. Egy nagyon érdekes kétnyelvűségben testesedik ez ki a regény kapcsán, és nagyon hangsúlyosan elválnak egymástól egyébként a köznyelvi és a tájnyelvi szavak is, tehát a nyelv problémája is egy picikét megjelenik a képben. Nagyon hangsúlyosan kijelenti sokszor az elbeszélő, amikor egy bizonyos dologról beszél, hogy mi ezt úgy mondjuk, hogy. Például a mezítláb szóra többször is elmondja, hogy mi ezt úgy mondjuk, hogy mesztélláb. Vagy a fűzfára, mi ezt úgy mondjuk, hogy ficfa. És egyébként ebben is érezhető a felnőttnek az értelmezése, hiszen egy gyerek nem biztos, hogy fogalmaz úgy, hogy mi ezt úgy mondjuk, mert nem biztos, hogy van élménye arról, hogy mások hogy mondják. Tehát ez is, mintha kicsit a felnőtt szólama lenne, de ez a kétnyelvűség, ez nagyon határozottan jelen van a regény egészében. Egyébként ez nagyon szoros kapcsolatban áll a magyar szociografikus irodalomnak a hagyományaival. Itt rengeteg olyan író nevét sorolhatnánk föl tulajdonképpen, akik hasonló megoldással éltek, ha nem is pontosan ezzel, de hasonlóval. Nekem most itt első nekifutásra Móri Zsigmond, I. és Gyula, Németh László, Tar Sándor neve ugrott be, mindannyian a szociografikus irodalomnak a nagy alakjai a magyar irodalom történetben, de akár Osztolykán Béla nevét is kapcsolhatnánk ide. És egyébként a fűzfát mi úgy mondjuk, hogy ficfa kapcsolatról teljesen egyértelműen szerintem nem csak nekem Móri Zsigmond jutott eszembe. A Judit és Eszter című novellájában konkrétan a ficfás Tiszapartot emlegeti Móri Zsigmond. Tehát gyakorlatilag ugyanaz a tájnyelv, de hát nem véletlenül, hiszen a tájegység is nagyon-nagyon hasonló a Móri Zsigmond világában megformálta ki. Ez ugye Móriczról tudjuk, hogy Szatmár megyében néprajzi gyűjtő körúton is volt, és hát nagyon sok novellájában ennek az élménye jelenik meg. Tehát a tájegység az lényegében egybevág a Borbé Szilárd regényéből megismert falusi világgal. Viszont a stílus és nyelvezet az jóval inkább például Tar Sándorhoz közelít, én azt gondolom, inkább a Mi utcánk című regényét lehetne ide párhuzamba kapcsolni. Még mindig az elbeszélésmódról, a regény stílusa egyértelműen realista, naturalista, és itt én megint a Tar Sándorral való kapcsolatot éreztem rendkívül erősnek, ahogy mondtam már az előbb a Mi utcánk című regénye, ami nagyon-nagyon hasonló ehhez. Nyilván nagyon sok különbséget is fel lehetne fedezni, de ilyen értelemben, meg az időbeli közelség miatt is szoros a kapcsolat a két regény között, én úgy gondolom. De a stílusban, tehát a realista, naturalista stílusban egyébként nyilván többféle regénnyel találhatnánk kapcsolatot. Címet is értelmeznünk kell röviden. Ugye nincs telenek ez a regény címe, nagyon sokféle szempontból sokat mondó címről beszélünk. Ugye a nincs szó eleve hiányt fejez ki, tehát valaminek a nem létét, erre utal. És akkor ezt még a szerző fokozza is, méghozzá úgy, hogy az eleve hiányt kifejező szóhoz még egy fosztóképzőt kapcsol, ugye a telen fosztóképzőt, tehát a hiány fosztását már látjuk itt. Gyakorlatilag ezért mondom, hogy kicsit mint a fokoznál lényegében a nincs szóval már egyébként is megjelenő hiányt, és akkor még ezt többes számba teszi, nincs telenek, ugye többes számban. Tehát minthogyha ezt a hiányt és nincs telenséget a semmit megsokszorozná és mindenkire kiterjesztené. Ilyen szempontból ez egy bravúros nyelvi megoldás, ezt választani a regény címévé, bár hozzátenni, hogy a szót ugye nem Borbé Szilárd találtak ki, de olyan szempontból mindenképpen zseniálisnak mondható, hogy hát nyilván a regényhez ugye ő választotta ezt a címet. Hogyha a regény világára térünk rá, nagyon-nagyon röviden, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy az elbeszélője, ez a bizonyos egyes szám első személyű elbeszélő, ez az 5 éves kisfiú, ez egy megformált elbeszélő, tehát semmiképpen nem azonosítható teljes egészében az írónak az életrajzi énjével,
Tehát Borbély Szilárd nem egyenlő a regénybeli egyes szám első személyűvel. Ennek ellenére mindenképpen hozzá kell, hogy tegyük, és ez egy nagyon hangsúlyos információ, hogy a regény életrajzi alapú, tehát van valóság alapja. Nyilván értelemszerűen az elbeszélő és a szerző között nagyon sok párhuzamot találni, de a kettő nem feleltethető meg teljes egészében egymásnak. Ezért mondjuk, hogy életrajzi alapú regény, van valóság alapja, de az elbeszélő nem azonos az életrajzi énnyével az írónak. És akkor a lényegre térünk rá, egyéni és történeti emlékezet a regényben. Nos, nagyon érdekes téma. Egy olyan kijelentéssel kezdeném, amit majd aztán később, mint egy tételmondatot lényegében bizonyítok is. A regény a különböző emlékezetek keresésének és konfliktusának regénye. Nagyon hangsúlyos a regényben az emlékezeteknek, az elbeszéléseknek, a múltbeli emlékeknek a szála, és az ezekhez való viszony, az ezekre való reflektálás szinte végig kíséri a regényt. Majdnem minden oldalon találkozunk vagy hosszabb, vagy rövidebb olyan résszel, jelzéssel, ami tulajdonképpen ennek a témának valamilyen oldalát bontja ki számunkra. És egy picit az emlékezetről beszéljünk már, illetve arról, hogy hogyan is kapcsolódik ez a regényhez. Ugye mindennapi tapasztalatunk bármelyikünknek, hétköznapi életből, tehát nem kell konkrétan irodalomra gondolni, hogy az emlékezet, mint olyan, az szubjektív és szelektív, ez két nagyon fontos jellemzője. Ha meg akarjuk ezt magyarázni, akkor talán azt lehet ez alatt érteni, hogy szubjektív, tehát személyes, és szelektív, tehát válogatáson alapul. Tehát az, hogy én mire, milyen mértékben és hogyan emlékszek, az egyénenként különbözik. És sokszor nem akarjuk ezt elhinni, de bizony így van. Ezt nagyon-nagyon sokan kutatják és bizonyítják, nagyon sokféle szempontból, pszichológusok, nyelvészek, rengetegféle kutatás irányul erre, mindenféleképpen tény, tehát ez nem egy olyan dolog, amit vitathatnánk. És akkor, hogyha túl is tudunk ezen lendülni, tehát ebben egyet tudunk érteni, hogy valóban ő szubjektív és szelektív az ember emlékezete, akkor egy pár nagyon érdekes dolgot tudunk a regényhez kapcsolni. Például Esmen nagyon híres tanulmányát, szövegét említeném itt meg. A kulturális emlékezet az a címe, és ezt nagyon sok irodalomelméletben egyébként felhasználták és hivatkoznak rá. Egy nagyon kulcsnak számító, vagy fontosnak számító tételmondatot emelnék ki belőle, a múlt nem természettől fogva van, hanem terem. Tehát mi teremtjük azáltal, hogy emlékezünk rá, és mi formáljuk olyanná, amilyenné később aztán megmaradt számunkra. Hogyha Toldi estéjére gondoltok, akkor lényegében ez egy elég szoros kapcsolat. A Toldi estéje is bizonyos szempontból arról szól, hogy hogyan tud megmaradni Toldi, az öreg Toldi emlékezete úgy, hogy az neki megfeleljen, és lényegében az egész történetnek a bonyolodása az e körül forog. Tehát például, hogyha arra gondoltok, hogy az apródok között miért csap szét az öreg Toldi, ott annak is lehet egy olyan magyarázatot adni nagyon könnyen, hogy azért, mert egész egyszerűen az ő történetét nem úgy éneklik meg, ahogy az számára megfelelő lenne, és az egész történet arról szól, hogy a megfelelő hagyományt, a megfelelő emlékezetet kívánja megteremteni az öreg Toldi magáról, hiszen már ugye a halál felé közelít. Tehát irodalmi műveknek ez nagyon-nagyon sokszor témája, nagyon-nagyon sokszor előjön bennük. Egyébként Keresztes Balázs írt pont erről tanulmányt a Toldi estéje és az emlékezet kapcsán. Úgyhogy mindenféleképpen az irodalomnak ez egy hangsúlyos problémája, egy központi kérdése, és hát ebben a regényben is ez nagyon-nagyon hangsúlyosan jelentkezik. Nagyon erőteljesen jelen van és meghatározza a cselekményt, illetve hát az értelmezést is ezzel kapcsolatban. Hogyha arra gondolunk, hogy az emlékezet, az emlékek átadása, a hagyomány átörökítése hogyan történik meg a regényben, akkor hát talán nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy az emlékezet átadása ebben a regényben tele van traumákkal. Tehát szinte nem is tudunk olyan múlthoz kapcsolódó szálat találni a kisfiú és a regény világa között, ami ne lenne tele elfojtásokkal, titkokkal, kihagyásokkal, családi traumákkal, sérülésekkel, tehát csupa-csupa negatív dologgal. És lényegében, amikor a közösségi, vagy az egyéni, vagy a családi emlékezet átadása ennyire traumákkal terhelt, mint itt ugye a történetben a kisfiú esetében látjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy az egyén és a közösség identitása sérül, és ez még egy
enyhe kifejezés. Legrosszabb esetben elpusztul, vagy nincs teremmé válik, tehát egész egyszerűen nem sikerül azt az identitást, egyéni, családi, kisközösség, nagyközösségi identitást átadni, aminek segítségével az egyén összeállíthatná a saját önálló azonosságtudatát, identitását, tehát lényegében nincs telenné válik, és akkor innentől kezdve a nincs telen kifejezés kettős értelmet kap, tehát kétféleképpen értelmezhetjük. Van neki egy nagyon-nagyon hangsúlyos fizikai, anyagi vonatkozása, ami a regényben szintén sorra jelen van, tehát konkrétan ez az igazán folytogató, pusztító, lelket, testet megölő Móricz szegénység, amilyen szintű szegénységgel tényleg csak például Móricz Zsigmondnál, vagy Tar Sándornál, vagy akit az előbb említettem, az ő irodalmukban találkozhatunk. Illetve a második értelme, ami viszont innentől kezdve lép be a történetbe, ez a szellemi, kulturális kisemmizettség. Tehát, hogy nem csak fizikailag, fizikai síkon van jelen a szegénység és a nincstelenség, hanem szellemileg is, lelki értelemben sem kap semmit tulajdonképpen az elbeszélőnk, még a múlt emlékeit sem sikerül, az azonosságtudatot, az identitást sem sikerül számára úgy átörökíteni, hogy útravalóként az életre azt mondjuk felhasználhassa. Tehát kétféle értelemben is nincs telenni válik, anyagilag és szellemileg is. Megint azt látjuk, hogy a fogalom hatása, a hatóköre ugye kiterjed. Egyértelműen a traumák dominálnak a regényben, tehát tulajdonképpen bármelyik leírt eseményt, bármelyik ilyen kis felvillantott emlékképet vizsgáljuk meg, amelyről az elbeszélőnk beszél, azt látjuk, hogy kisebb vagy nagyobb mértékben, inkább nagyobb mértékben traumákkal terhelt. Alig-alig van olyan esemény a regényben, ami ezt oldani tudná, és ha tudja is, akkor is csak minimális mértékben. Emlékezzetek ilyen kijelentésekre, amikor a regény vége felé közeledve egyszer azt írja a kisfiú, hogy egyszer volt egy jó napunk. Tehát, hogy az számít különlegességnek vagy kivételnek, amikor úgy minden rendben volt egy napig a család életében. Anya boldog volt, anya nevetett, főzött ránk, vagy húsvétra készültünk, és akkor volt mit enni. Tehát, hogy ezek a különleges emlékek maradnak meg, mert a rendkívül egyhangú trauma sorozatból a folyamatos durvaságból, bántásból, fájdalomból, agresszióból azok számítanak kivételnek, amikor nem egy ilyen napot él át, és arra emlékszik, de csak kivételként tulajdonképpen. Azért mondom, hogy annyira ritka a pozitív élmény az elbeszélő gyermekkorából, hogy a rengeteg traumát képtelen oldani, tehát inkább csak kivételnek tud ezt számítani. Szénási Zoltán kifejezése szerint traumaregényként is lehetne akár a műfajt meghatározni, szerintem egy nagyon jó kifejezés. A regényben mindenki és mindenhogy, mindenféle értelemben nincs telen. Tehát amit az előbb is említettem nektek, szellemi, fizikai síkon és lelki értelemben is mindenféleképpen igaz. Egyébként a kettő közül, tehát az anyagi nincstelenség és a lelki értelemben vett nincstelenség közül én úgy gondolom, hogy a lelki értelemben vett nincstelenség az, ami problémásabb, és ami jóval több traumát okoz a regényben. Teljes egészében hiányzik a szeretet a regényből. Ha mégis látunk rá példát, akkor is, ahogy az előbb mondtam, inkább csak kivételszerű, véletlenszerű, egyáltalán nem válik szabályá. Teljesen hiányzik a törődés, abszolút hiányzik az odafigyelés, sőt, ezek ellentéte van jelen, nagyon-nagyon határozottan, folyamatos a durvaság, a bántalmazás, a trágásság, a közöny, az erőszakosság, és ez annyira jelen van a regényben, hogy tulajdonképpen a végére már egy picit el is fásolunk, az elején még talán meglepődünk egy-egy erős kifejezésnél, a végén teljesen belefásolunk ebbe, mint ahogy egyébként valószínűleg az elbeszélő is átmegy ezen a lelki folyamaton. Mindenki mindenkivel folyamatosan agresszív, mindenki a gyengébbet bántja, ez nagyon fontos, hogy a férj a feleségét, mondjuk fizikálisan, de a feleség is a férjét, mondjuk verbálisan, szóval, aztán mindketten a gyerekeiket, a gyerekek a kisebb gyerekeket, a legkisebb gyerekek az állatokat, tehát mindenki az alatta lévőn vezeti le a felülről kapott agressziót, és gyakorlatilag ez folyamatos a regényben, egyfolytában találkozunk vele.
Tehát megnyomorít, gyakorlatilag olvasóként is azt gondolom, hogy lelket nyomorító ezzel találkozni, ezzel a folyamatos agresszióval, bántással. Megint egy irodalmi kapcsolat, ha például Móricznak a Tragédia című, nyilván közismert novellájára gondoltok, akkor Kis János alakja az, akit itt kapcsolatban lehet hozni a regény szereplőivel. Egyrészt a primitívsége, durvasága miatt is, tehát egy szempontból már ez mutat nekünk egy kapcsolatot. Másrésztről viszont ott abban a novellában is több olyan cselekmény mozzanattal találkozunk, amikor Kis János a szegénység és a saját értéktelen életen miatt érzett dühét, agresszióját egy olyan tárgyon vagy egy olyan állaton, élőlényen vezeti le, aki értelemszerűen nem tud neki visszaütni, vagy visszafelé bántani. Például amikor belerúg a korsóba, vagy, és ugye írja is Móricz, hogy hát a szegénységet akarta elrúgni magától, vagy a macskába rúg bele, például az is egy ilyen nagyon jellegzetes mozzanat. Tehát tulajdonképpen, ahogy megfúl a végén a húsdarabtól, és a húsdarabnak is azt mondja, hogy dögölj meg, kutya, lényegében ott is ugye a saját értéktelen életem miatt érzett dühét vezeti le. Na, ez a fajta dű, ez a fajta agresszió nagyon jelen van a Nincstelenekben is. A férjek például hazérve a kocsmából éjszakánként nadrágszíjjal verik a családot, és aztán ez lefelé gyűrűzik, tehát abszolút a mindennapok, a pillanatok része a folyamatos agresszió és bántás. Ez határozza meg a regénynek a légkörét. Nagyon fontos, hogy folyamatosan érezzük a regényben a bizonytalan identitás élményeket. Szerencsétlen főszereplő mindenféle történeteket hall saját és családja származásáról. Állandóan jelen van a regényben, végig lebegtetik a pletykált zsidó származásnak a szálát vagy vonalát. De közben magyar származásra utaló kifejezéseket is találni. De közben a román szál is megjelenik a történetben. Aztán ott van ugye az ukrán-ruszin szálnak a jelenléte is. És annyiféle ilyen származás élmény, származás történet jut szegény fiú, kisfiú fülébe, hogy abszolút képtelen közöttük igazságot tenni, és nem tudja eldönteni, hogy melyik a valós. És ennek az lesz a következménye, hogy egyik sem lesz valós számára, tehát az egyik nagyapától hallja ezt, a másiktól azt, az anyjától hallja a harmadikat, apjától a negyediket, apja testvérétől az ötödiket, és akkor ezek így szépen keverednek a fejében, egyikhez sem tud ragaszkodni, egyik sem válik otthonossá számára, tehát a nagyon sokféle identitás történetből egyik sem lesz az övé, nem lesz identitása. Tehát úgy nő föl, identitás nélkül, ilyen értelemben is nincstelenné válik. Tehát nagyon megdöbbentő ebből a szempontból is a regény egyébként. Ugyanez van a vallás élménnyel is. Megint többféle vallásnak az elemei, a hagyományai és az identitásai keverednek a fejében. Ugye itt a görög-keleti vallás, ami jelen van, de közben az apa református iskolába járt, a falu nagy része református, de közben a zsidó vallásnak az elemeit is folyamatosan tapasztaljuk, például a messiás várással, ami a regényben folyamatosan jelen van, és a kisfiú ábrándozik a majd őházukat is meglátogató messiásról. Tehát a vallásoknak az elemei hasonlóképpen a származás elemekhez abszolút keverednek a fejében, egyikhez sem tud igazán ragaszkodni, pont azért, mert mindegyik bizonytalan, vagy mindegyik traumákkal terhelt számára. Ugyanez, teljesen ugyanez a politikai identitás is. A kommunista szállat ugyanúgy megtaláljuk a regényben, például az apa személyében, mint a Hitler bajszot vágató nagyapa, aki annak idején a második világháborús magyar hadseregnek volt az egyik kiképzője, és az ő hitlerista gondolatai, megnyilvánulásai szintén jelen vannak a regényben, és ez is egy teljes kavarodást eredményez szegény kisfiúnak a fejében. Nyilván innentől nem meglepő, hogy a társadalmi identitás is teljesen ugyanez, ugye a falu nagy része paraszti származású lakosságú, nyilván a kisfiú ebbe próbál beilleszkedni, de az édesanyjától folyamatosan azt hallja, hogy mi nem vagyunk parasztok, de közben az apja testvérétől, Málitól, ugye folyamatosan azt hallja, hogy jaj, ne urizáljatok már, hiszen parasztok vagytok ti is, de közben az apja azért nem kap munkát, mert az előző rendszerben kuláknak számítottak,
De közben azt is megtudjuk, hogy igazából nem voltak kulákok, hiszen pont nem volt annyi földjük, hogy azok legyenek. Tehát egy teljes kavarodás ilyen szempontból, ez is egy teljesen bizonytalan identitás élményt eredményez. Tehát ahogy mondtam, származásilag, vallásilag, politikailag, társadalmi réteget tekintve sehol nem, semmiben nem tud belekapaszkodni, semmihez nem tud gyökeret ereszteni, teljes bizonytalanság az egész, mindenféle értelemben nincstelenséget eredményez. A messiás várás egyébként egy nagyon érdekes szál a regénynek, ami végighúzódik benne. Ugye az alcíme is erre utal a regénynek. Nagy betűvel és J-vel írva a regényben egy szereplőt ismerünk meg Mesiás néven, az egyik legjámborabb szereplőit a regénynek egyébként. A falu lenézett, valószínűleg félkegyelmű, de pont ezért nagyon-nagyon jóindulatú, fogatlan cigány szereplője, akit mindössze arra használnak fel a faluban, egyébként a falusiak gyűlölik a cigányokat, tehát nagyon erőteljes ilyen szempontból az ellentét magyarok és cigányok között a faluban, és ezt a szerencsétlen cigány csak arra használják fel, hogy amikor megtelik a budi, tehát a kerti mellékhelyiség, akkor őt hívják, hogy kimerje, hát ők azt ugye nem csinálják meg, hiszen az nyilván derogálna számukra, és ezt a cigány szerződtetik arra, hogy kimerje nekik a budit. Nyilván erre jó, nyilván alul fizetik természetesen, de amikor éppen nem kell, meg nem kell kerti vécét kitakarítatni vele, akkor leköpködik a kocsma mellett, kiröhögik, viccelődnek rajta folyamatosan, miközben egy rendkívül jóindulatú jámbor figuráról beszélünk. Tehát messiással ilyen rendkívül aljas, undorító módon bánnak a falusiak, mindenki, szinte kivétel nélkül, és ez párhuzamba állítható a regényen végigfutó, hát ő antiszemita szállal is, hiszen ezt is nagyon-nagyon sokszor említi az elbeszélő, és egyszer aztán az egész történetet látjuk is kibontva valamikor a regény közepe környékén, ahol megismerjük a falu lakóinak undorító és aljas viselkedését, tehát tényleg ilyen egy gyomorforgatóan kétszínű és gonosz viselkedés, amivel szinte minden falu lakó lényegében megnyilvánul. Amikor egy 1944-es élményre emlékszünk vissza, nyilván ugye itt is egy elbeszélt történet, amit a kisfiú hall annak a segítségével, amikor a falu egyetlen zsidó családját elviszik 1944-ben, de előre már tudják a falu lakói, hogy el fogják vinni a zsidó boltost és családját, úgyhogy előre jó nagy hitelt halmoznak föl nála, és nem fizetik ki, mert tudják, hogy úgyis el fogják vinni a zsidó boltost, és úgysem kell majd kifizetni. És amikor elviszik végül őket, csendőrök rakják föl őket a szekérre, ugye az illusztrációként berakott kép is egy hasonló helyzetet mutat, és elviszik őket a csendőrök, akkor a falu lakói hát sírnak, vagy legalábbis úgy csinálnak, mintha sírnának, de közben mindannyian megkönnyebbülnek, hiszen legalább akkor tényleg nem kell kifizetni a zsidó boltosnak a felhalmozódott hitelt. Tehát egyszerűen tényleg gyomorforgató ilyen szempontból. És éjszaka, amikor már biztos, hogy elvitték a zsidó családot, akkor éjszaka sötétben törnek be a zsidó házába, és kirabolják az egészet, kiforgatják, szétverik a kemencét, hogy hát ha ott rejtette el a kincset. De mindezt sötétben csinálják a falu lakói, hogy egymást se kelljen látni, tehát a lelkiismerettel ne kelljen szembesülni. De ez volt az egyik legmegdöbbentőbb rész egyébként, tehát itt a messiás várás, ugye ami a zsidó vallás lényege, a messiás cigánnyal való nagyon-nagyon aljas viselkedés, és az egyetlen zsidó családdal való szintén nagyon-nagyon rosszindulatú aljas viselkedés itt szépen párhuzamban áll a regényben, és hát megdöbbentő élmény olvasni, és nagyon-nagyon hiteles is egyébként ezzel együtt. Érdekes még a regényben, ugye ne felejtsük el, hogy egy kisfiúról beszélünk, tehát az elbeszélő elsődlegesen egy 5 éves kisfiú. Nyilván a rengeteg trauma, bántás, agresszió elől, amit családi szinten, kisközösségi szinten, falusi szinten is megél a kisfiú, tehát mindenféle szinten lényegében ezt az élményt kapja, ezt a negatív élményt. Nagyon sokszor menekülni próbál. Egyébként eszes fiú lenne, ezt többször érezzük a regényből, nagyon szereti a számokat, és az ilyen traumák elől megpróbál szerencsétlen a számok tökéletes világába menekülni. Folyamatosan prímszámokkal találkozunk a regényben, a prímszámokat ugyanis nagyon szereti a kisfiú, azt mondja, hogy olyanok, mint mi, mármint az én családom ebben a faluban,
kilógnak a többi közül. És a prímszámokat 101-ig ismeri, még mielőtt iskolába kerülne. Tehát azért ez komoly dolog. És ide menekül, a számok tökéletes világa nyújt számára biztonságot az emberi világnak a tökéletlensége, vagy hát agresszióval és traumákkal terhelt volta elől. Tehát ez... Tehát olvasni is megdöbbentő élmény mindenféleképpen, de ez a menekülés motívum, ez végig jelen van a regényben. Nagyon érdekes, hogy a regény befejezésében, zárlatában a már 18 éves fiú, aki már nem abban a faluban él, hiszen ugye el tudnak onnan végül költözni, nem akar emlékezni. Ez egy nagyon érdekes gondolat, és mindenképpen kell, hogy legalább két szóban beszéljünk róla. Ugye, ha a regény befejezésére gondolunk, akkor azon gondolkodik a fiú, hogy bekereteszteti a régi házuknak a tervrajzát, és kiakasztja az új házukban, hogy így emlékezzen tulajdonképpen a faluban történt eseményekre. És elviszi a tervrajzot képkeretezőhöz, de végül nem megy vissza érte. A végén azt érezni, hogy talán ezzel az emlékektől kíván megszabadulni. Ugyanis, nyilván nagyon egyértelmű a magyarázat, ha az emlékektől sikerül megszabadulni, akkor a traumáktól is sikerülhet talán megszabadulni, tehát szabaddá válni. Ez szabaddá tudná őt tenni a rengeteg átélt szörnyűség hatása alól, viszont ezáltal a gyerekkori emlékeit veszíti el, és ilyen értelemben is nincstelenné válik. Tehát választhatunk. Vagy megmaradnak az emlékek, és akkor lesznek emlékek, de lesznek traumák is vele együtt, vagy megpróbáljuk ezeket elfelejteni, és akkor talán szabaddá válhatunk lelki értelemben, de ezzel az emlékeinknek is búcsút kell, hogy intsünk. A másodikat választja. Így válik teljes egészében nincstelenné az elbeszélő a történet legvégére. Hát röviden így lehetne összefoglalni talán a tétel lényegét. Remélem, hogy segítettem egy picit ezzel a magyarázattal, de még egyszer hangsúlyozom, hogy kizárólag a regény figyelmes olvasása után érthetők ezek a gondolatok megfelelő formában. Sok sikert kívánok mindenkinek! Sziasztok!